Jótékonysági almaszedés. Balkányban diákok segítettek a helyi termelőnek. Jubileum, 60 éves a Demecseri Oktatási Centrum gimnáziuma. Évforduló, 40 évvel ezelőtt alapították a megyei kórház hematológiai osztályát. Akár 50 forint feletti árat is elérhetnek az ipari alma termelők idén. Kompenzációs felárral ennyiért veszik át a feldolgozó üzemek a termést. Idén jó hozammal számolhattak a termelők, de sokáig kérdéses volt a felvásárlási ár. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az 50 forint feletti kilónkénti árat azok a balkányi szorgos diákok is megkaphatták, akik a napokban szedtek almát egy helyi termelőnél. A leszedett gyümölcsöt léalmaként értékesítik majd, a bevétel pedig az osztálypénzt gyarapítja. Az önkéntes munka nem csak a diákoknak előnyös, hanem a vármegyei gazdáknak is segítséget jelenthet a betakarítás időszakában. Diákok szedik az almát Balkányban. A helyi általános iskola 6. B osztálya önként jelentkezett a feladatra. A leszedett mennyiséget értékesítik, ami után az osztálypénzük gyarapszik. Szerintem nagyon jó program, ezzel az osztálynak bevételt is szerzünk. Legalább az osztály együtt van, jól érzük magunkat. Neked hogy tetszik, eddig mennyi almát szedtetek? Hát nekem nagyon tetszik, de én szeretek is itt így a szabadban időt tölteni. Hát nem tudom, mennyi almát szedtünk, de nagyon sokat. És szerintem ez jó ez a program, mert ugye több pénzt szerzünk, osztálypénzt, és akkor ugye több programot tudunk csinálni, többet tudunk együtt lenni, és össze tudjuk kovácsolni az osztályt. A terepet már előkészítették a gyerekeknek, az étkezési almát itt már leszedték, a fákon maradt gyümölcsöt pedig lerázták. Az összeszedett mennyiséget léalmaként értékesítik majd. Ha ügyes az osztály, akkor jól járhatnak, idén ugyanis a kompenzációs felárral 50 forint felett is lehet a léalma kilója. A termés is kiváló volt ebben az évben, a gondot ma már a betakarításhoz szükséges munkaerő hiánya okozza. Vissza kellene vezetni, hogy besegítsenek a vidéken élőknek a fennmaradáshoz, akár a felső tagozatos iskolások vagy egyetemisták. És most miniszter úr is csütörtökön már bejelentette, hogy az Agrárminisztériumhoz tartozó szakképzési centrumokban a jövő szeptembertig be fogják ezt örömömre vezetni, és ez a szerencsés véletlen, hogy a balkányi iskola megkeresett minket és a feleségemet, aki irányítja ezt a gazdaságot, hogy kijönnének a gyerekek almát szedni, mennének kirándulni, és én nagyon örülök annak, hogy a gyerekeknek céljuk lesz, és talán ha célt fogalmaznak meg, és tenni is akarnak a cél megvalósításáért, és munkával akarják azt a célt elérni, ez az egész Magyarországban egy példaértékű első kezdeményezés lehet, hogy ilyen gyerekkorban arra próbáljuk nevelni a gyerekeket, hogy ha egy célt megfogalmaznak, akkor azt munkával érjék el. Az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg éghajlata az egyik legkedvezőbb az alma termesztéséhez. Ezért is fontos, hogy a korábbi évtizedekben gyakorlattá vált módon segítsék a fiatalok a gazdákat. Ez a mostani kezdeményezés azért is nagyon fontos, és azért is nagyon előremutató, mert azért most már mondjuk el, felnőttek úgy generációk, hogy nem találkoztak mondjuk almás kertbe almával, hanem csak a boltba látják az almát, és nem igazán tudják azt, hogy mi is, hogyan is jut el a termőföldtől az asztalig maga a gyümölcs vagy a zöldség, és ez a mai nap pedig, hogyha ide kijön egy gyerkőc, kijönnek az iskolások, akkor megtapasztalják azt, hogy az alma az hogyan is kerül a fáról mondjuk utána majd az asztalra, és megtapasztalják egyrészt a munkának is a fontosságát, és azt, hogy mennyi erőfeszítésbe kerül az, hogy valóban az almából utána olyan termék legyen, amelyet el tudnak fogyasztani. Tehát ennek van egy szemléletformáló hatása, amely különlegesen fontos, és hát van egy közösségfejlesztő hatása is. Szakemberek szerint a betakarításhoz szükséges munkaerő hiánya is hozzájárult a termőterületek csökkenéséhez. Míg a 2000-es évek elején 42 ezer hektárnyi almás volt hazánkban, mára ez a terület 18 ezer hektár alá csökkent.
60 éves lett a Demecseri Oktatási Centrum gimnáziuma. 1963. szeptemberében nyitotta meg kapuit az oktatási intézmény. A jubileumról ünnepségen emlékeztek meg. A Demecseri Gimnázium 1963. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit egyetlen osztállyal. Az eltelt 60 esztendő alatt az intézmény számos név és fenntartó változáson esett át, a beiskolázási körzet azonban változatlan, a környező települések diákjai választják legszívesebben a Rétközi Város középiskoláját. A jelenlegi tantestület célja, hogy az itt tanuló diákoknak stabil értékrendet adjanak át. Az épület több felújításon esett át, így minden lehetőség adott ahhoz, hogy kiváló körülmények között tanuljanak a diákok. A 21. századnak megfelelők a technikai lehetőségek, interaktív táblával, interaktív panellal vagyunk ellátva. Most lett egy nagy felújításon, most ment át az intézmény, külső szigetelést kaptunk, ablakcserét és napelemet. Az ünneplőket köszöntötte az iskola egykori igazgatója, Kaskó Sándorné, aki kiemelte, elismerésre méltó, hogy az intézmény minden nehézség ellenére ma is működik. Bódis Rudolf 1963-tól kezdve több mint 30 éven át tanított az iskolában. Mindenki arra ment, hogy megkedveltesse az iskolát, és elősegítse a továbbtanulásukat, vagy illetve az életbe való szereplésüket, hogy tudják folytatni. Mindent megtettek értük. A szülőkkel való kapcsolattól kezdve az utolsó délutáni tanulószobáig foglalkoztak a gyerekekkel. A kisvárdai tankerületi központ igazgatója, Pásztor Gyula Csabáné is itt végezte gimnáziumi tanulmányait, és büszke arra, hogy az intézményben töretlen kitartással oktatják a környékbeli fiatalokat. A város polgármestere köszöntőjében elmondta, a gimnázium helyben biztosítja az érettségi bizonyítvány megszerzését, a munkaerőpiacra történő belépést. Rátkai Sándor 40 évvel ezelőtt érettségizett az intézményben, most hálával emlékezett az iskolában eltöltött évekre. Én azt gondolom, hogy az itt a gimnáziumban mindenki egy jó alapot ismerve tudta az élet különböző útjain tovább folytatni a pályáját, életét, és én büszke vagyok arra, hogy itt a Demecseri Váriemi Gimnáziumban kaptam azt az alapot a tanáraimtól, az intézménytől, amivel ideig eljutottam, ahol most tartok. Sesták Miklós, a körzet országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a környékbeli diákság számára biztos kapaszkodót jelent a 60 éves gimnázium. Az ünnepi műsorban az intézmény volt és jelenlegi diákjai közreműködtek. Jelenleg megfelelő Nyíregyházán a bölcsődei szolgáltatás, de fel kell készülni arra, hogy ez a helyzet bármikor megváltozhat, és az önkormányzatnak kötelessége a bölcsődei férőhelyek biztosítása. Ezt mondta Jászai Menyhér Nyíregyháza alpolgármestere a jelentős felújítás alatt álló Honvéd utcai bölcsőde kapcsán, amely három csoportszobával a jövő évtől ismét megnyithatja kapuit. A Honvéd utcában korábban is működött egy népszerű bölcsöde, az épület állaga azonban leromlott, majd megszűnt az üzemeltetése. Nyíregyháza önkormányzata sikeresen pályázott az intézmény felújítására, amelyet a tervek szerint még idén be fognak fejezni. Szép nagy udvarral, parkkal rendelkező bölcsödéről van szó, hatalmas fákkal, ideális a bölcsöde működtetésére, és amikor jött egy lehetőség arra, hogy ezt az épületet felújítsuk, felhasználva régi épületelemeket, de gyakorlatilag egy teljesen új épületet építettünk minden szempontból, akkor kihasználtuk ezt a lehetőséget, hiszen a Honvéd utca fekvése a körút mellett, a kórháztól karnyújtásnyira, két főközlekedési folyosóhoz közel. A tervek szerint három csoportszobával fog működni, vagyis a felújított intézmény 36 gyermek fogadására lesz alkalmas. Ennek a várható befejezése október-november, természetesen ezután következnek a műszaki átállásátvétel folyamatai, közben folyik a bútor beszerzés, az eszközök beszerzése, a játékok beszerzése, ahhoz, hogy 2024 első negyedévében ez a bölcsőde elindulhasson. Az alpolgármester úgy véli, a bölcsődei szolgáltatások jelenleg elégségesek a városban, de fel kell készülni arra, hogy a közeljövőben ez a kapacitás szűkössé válhat. És fontos, hogy ne akkor kezdjenek el gondolkodni a megoldáson. Nyíregyházán az önkormányzati fenntartásban működő bölcsődék ki tudták elégíteni eddig
azt az igényt, ami a szülők részéről keletkezett. Igen, ám csak itt van egy nagyon fontos szempont. Az önkormányzat kötelező feladata a bölcsőde fenntartása. Az összes többi fenntartónk nem kötelező. Tehát nekünk arra is figyelemmel kell lenni a kapacitás tervezésénél. Láttunk már ilyet akár szociális ellátás esetén is, amikor egy szolgáltató vagy egy fenntartó befejezte a működését. Nem mondom, hogy itt ez egy reális veszély, de nekünk így kell gondolni, nekünk kötelező, a többieknek szabadon választott. Hozzátette, a városvezetés azzal a várakozással tekint a jövőbe, hogy a vármegyeszékhelyen megkezdett munkaerőfejlesztések miatt többek számára jelent majd segítséget a bölcsődei férőhelyek bővülése, mivel így a kisgyermeket nevelő szülők mi hamarabb visszatérhetnek a munkaerőpiacra. 4 évtizede alapították meg a hematológiai osztályt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Az évfordulóra konferenciával emlékeztek meg. A tanácskozáson a tudományág legújabb kérdéseivel is foglalkoztak az osztály munkatársai. A 40 éves hematológiai osztály munkatársai és a tudományág elismert kutatói látogattak el a Nyíregyházi kórházba. Szerafin László osztályvezető főorvos azt mondta, számos olyan eljárást vezettek be az elmúlt 4 évtizedben, amely segítette a betegeiket a gyógyulásban és javította életminőségüket. Olyan új molekuláris célpontok váltak ismerté, amely alapjában megváltoztatta számos betegségnek a kezelését is. Vannak olyan hematológiai színvonalú betegségek, amelyekben hagyományos citosztatikus kezelést nem is folytatunk. Új célzott, precíziós molekuláris terápiák folynak, amelyek a betegség kimenetelét jelentősen megváltoztatták az utóbbi években, és ezek a forradalmi változások az utóbbi hónapokban, években is egyre inkább tartanak. Szinte minden évben újabb és újabb gyógyszerek kerülnek bevezetésre, amely a betegeink életminőségét, élethosszát meg tudjuk javítani. Az a célja az osztálynak, hogy ne csak a napi átlagot hozzuk, ne csak azt lássuk el a betegekkel, amire jelent lehetőségünk vannak, hanem az átlagnál többet adjunk a betegének. E célból felhasználjuk a tudományos kutatás legújabb eredményeit, követjük a szakirodalmat, mi is publikálunk, egyéni méltányosai kérelmek tucatjait adjuk be nap mint nap, és amennyit csak tudunk, betegeket klinikai vizsgálat keretében is kezelünk, amelynek során olyan gyógyszerekhez is hozzájuthatnak, amelyek a napi rutinban még nem használatosak. A 40 éves évfordulót ünneplő eseményen részt vett a kórház főigazgatója is. Szűcs Attila úgy véli, nemzetközi szintű gyógyító munkát végeznek a hematológiai osztályon. A hematológia a vérképző szervi betegségekkel foglalkozó ellátó terület nem az intézményünk legnagyobb osztálya, de nagyon fontos része. Meggyőződésem az, ha egy vármegyei intézményben egy jó hematológiai működik, magas szakmai színvonalon, az mutatja a sava borsát ennek az intézménynek, azt az igényességet, mert ez egy nagyon speciális terület, ami nagyon speciális tudást igényel, speciális protokollok vannak, speciális gyógyszerek vannak, és szintén nagyon érzékeny terület, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy Jakó főorvos megalapította ezt az osztályt, utána a Szerafin László főorvos úr vette át, és azóta is folyamatos, töretlen a fejlődés, nemzetközi szinten működik ez az osztály, ezt kimerem jelenteni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház hematológiai osztályát 40 évvel ezelőtt alapította Jakó János főorvos. Az alapító idén ünnepli 85. születésnapját, akit szintén köszöntöttek a megemlékezésen. Csaknem 80 standon várták a diákokat középiskolák, egyetemek és cégek a Continental Arénában. A Dönts jól, a Jövőd a tét című pályaválasztási kiállításon hasznos információkat kaphattak a végzős 8. tanulók. Aki gyermekként katona szeretett volna lenni, az fiatal felnőttként lehet, hogy a rendőri pályát választja. Szinte minden vármegyei képzést meg lehetett ismerni a Continental Arénában. Voltak, akik határozott elképzelésekkel jöttek. Nekem az Rinnyi nagyon tetszett, oda mindenképpen fogok jelentkezni, meg még a Vasvári, ami mindenképpen. Hát ugye már mindketten valami nyelvtagozatra szeretnénk menni, és ezért néztük meg, inkább azokat az iskolákat kerestük, ahol lehet, ilyenre lehetőség van. Tehát én ugye az Rinnyit néztük meg. A képzésekről nem csak prospektusokból, hanem a középiskolákba járó diákoktól is lehetett információkat szerezni. Nekem ez gyerekkori álmom volt, hogy én az egészségügyben dolgozzak, mint ápoló, vagy mint országos mentőszolgálat dolgozója. Nekem ez egy gyerekkori álmom volt. A gimnáziumok között volt olyan, ahol külön tehetséggondozó programmal várják a diákokat. Az első évfolyamunk az 5-ből az egy úgynevezett gazdagító évfolyam, ahol felhozzuk őket a
arra a szintre, amivel el tudják kezdeni a 4 éves gimnáziumi tanulmányaikat, de emellett jogosítványt szerezhetnek, nyelvvizsgát szerezhetnek, számítógépes ICDL vizsgát szerezhetnek a gyermekeink, és szereznek is, tehát azért ez hozzá tartozik. A pályaválasztási kiállítás megnyitóján Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy mekkora szerepe van a tudásnak és az információnak a mai korban. A fiataloknak nagyon sok információra van szükség, hogy jól döntsenek, de én azt szeretném kiemelni, hogy a továbbtanulása fontos, hogy tanuljanak tovább, menjenek technikumba, gimnáziumba, szakképző intézménybe, és hogyha szeretik, azt a lehetőséget kihasználják, és szeretik azt a szakmát, vagy azt a területet, amit választanak, akkor boldog emberek lesznek, mert nem kényszerből fogják végezni azt a tevékenységet, szakmailag is biztosak lesznek, és nem csak az egyéni életük lesz sikeres, hanem az a közösség, vagy az a város, vagy akár egy ország is profitálhat az ő szakmai tudásokból is. Balogh Szilvia, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára úgy fogalmazott, az ilyen kiállítás alkalmat ad az online mellett a személyes találkozásokra is iskolák és diákok között. A fiatalok a mai internet, mesterséges intelligencia világában azt hiszik, hogy személyes kapcsolatok nélkül is tudnak jól dönteni a jövőjük szempontjából. Én úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolatok nélkül is, anélkül, hogy az potenciális munka lehetőség találkozzon a munkaadóknak az elvárásaival és igényeivel, ezeknek a találkozásoknak tökéletes színhelye egy ilyen pályaválasztási szakmai nap. A Dönts jól a jövőd a TÉD című pályaválasztási kiállításon csak nem 80 standon várták a látogatókat. Nem csak középiskolák és egyetemek, hanem cégek is megjelentek a Continental arénában. Ismét jelentősen csökken a benzin ára. A holtankoljak.net információi szerint 9 forinttal lesz olcsó péntektől, így a 95-ös benzin literjének átlagára 630 forint lesz, míg a gázolai nem változik, marad 680 forint. Magyar tagja is van az ausztrál élvonalbeli kosárlabda bajnokságban szereplő New Zealand Breakers szakmai stábjának. A nyíregyházi Jakab Máté 2 év németországi munka után szerződött Új-Zélandra. Bár még csak 32 éves a nyíregyházi fiatalember, már jelentős szakmai múltat tudhat maga mögött. Idehaza dolgozott a MAFS-nál, Győrben, Szolnokon, a Honvédnál és a 3x3-os női válogatott mellett. Az elmúlt 2 szezont a német első osztályú Bruce Bamberg szakmai stábjának tagjaként töltötte, augusztustól pedig Új-Zélandon dolgozik. A kosárlabda világa az egy kis társadalom, kis közösség. Így ezen belül a kosárlabda társadalmon belül gyorsan terjednek az információk. Általában ezeket a munkákat különböző ügynökségek vagy ügynökök szokták az edzők számára hozni, vagy az edzőket értesíteni. Velem kapcsolatban ez most nem így történt. Az egyik NBA csapatnál dolgozó nemzetközi játékos megfigyelő volt, aki értesített erről a lehetőségről, és ő volt az, aki erre a pozícióra engem ajánlott. Onnantól kezdve pedig igazából egy elbeszélgetés keretében sikerült mi nagyon gyorsan egy lapra kerülni a vezetőedzővel, aztán augusztus 6-án, 7-én már itt találtam magamat Oaklandben. Az NBL-ben 9 ausztrál csapat mellett 10-ként a New Zealand Breakers szerepel. Jakab Máté másodedzőként igyekszik a lehető legjobb szerepléshez segíteni a korábbi 4-szeres bajnokot. A tavalyi szezonban 3-2-es összesítésben alulmaradtak a Sydney Kings csapata ellen. Egy elképesztően kiélezett sorozat volt, ahol az utolsó 5. meccs döntött a döntő kimeneteléről. Egyértelmű célunk, hogy ezt a szereplést minimum megismételjük, de azt gondolom, hogy sikerült a csapatot a tavalyhoz képest még jobban megerősíteni. Abszolút minőségi játékosokat sikerült igazolnunk a nyáron. Így azt gondolom, hogy reális cél lehet az, hogy a döntőbe kerüljünk. Sikerült nagyjából feltérképeznem már a mezőnyt, hiszen volt egy remek felkészülési tornánk, ahol mind a 10 csapat jelen volt. Így láttam gyakorlatilag a bajnokságnak a krémjét. Nagyon-nagyon kiegyenlített szezon lesz, úgyhogy
bármennyire is nagyok a céljaink, nagyon-nagyon nehéz lesz elérni. A New Zealand Breakers győzelemmel kezdte a szezont. A második fordulót követően az Egyesült Államokba utazik a csapat, ahol az NBA rajtjára készülő Portland Trail Blazers és a Utah Jazz ellen lép majd pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Akár 50 forint feletti árat is elérhetnek az ipari almatermelők idén, kompenzációs felárral, ennyiért veszik át a feldolgozó üzemek a termést. Idén jó hozammal számolhattak a termelők, de sokáig kérdéses volt a felvásárlási ár. Az 50 forint feletti kilónkénti árat azok a balkányi szorgos diákok is megkaphatták, akik a napokban szedtek almát egy helyi termelőnél. A leszedett gyümölcsöt léalmaként értékesítik majd, a bevétel pedig az osztálypénzt gyarapítja. Az önkéntes munka nem csak a diákoknak előnyös, hanem a vármegyei gazdáknak is segítséget jelenthet a betakarítás időszakában. 60 éves lett a Demetszeri Oktatási Centrum gimnáziuma. 1963. szeptemberében nyitotta meg kapuit az oktatási intézmény. A jubileumról ünnepségen emlékeztek meg. 4 évtizede alapították meg a hematológiai osztályt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Az évfordulóra konferenciával emlékeztek meg. A tanácskozáson a tudományág legújabb kérdéseivel is foglalkoztak az osztály munkatársai. Október 5-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Csütörtökön éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, a hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul. Pénteken napközben számíthatunk még komolyabb felhősödésre, de az időjárás melegszik. Délután 18 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk. Késő őszi időjárás várható a hétvégén is 20 fok körüli hőmérsékletekkel.